Készülnek a szebbnél szebb ajtókopogtatók a Babits Mihály Kulturális Központban. Egy időre megszűnik a gyerekzsivaj az intézményben, hiszen véget értek az idei tematikus táborok. A 6 táborból álló sorozatot a kézműves alkotótábor zárta, ahol a gyerekek több alkotótechnikával ismerkedhettek meg. Minden délelőtt más-más kézműves technikával ismerkednek meg a gyerekek. Első nap volt nemezelés, második nap megismerkedtek inkább a ecsetnek, a festéknek a használatával, tehát ez egy rajzfoglalkozás volt. Tegnapi napon karkötőt, ékszereket csináltak, tolltartót, és akkor a mai nap pedig elérkeztünk egy tengeri nyári ajtó kopogtatónak a készítéséhez. Holnap pedig, hát mondhatni így záró programként a Csigabiga alapítvánnyal lesz egy kutyás foglalkozás. Általában 8:30-9 között érkeznek a gyerekek, és akkor 8:30-9-től kezdődik a kézműves foglalkozás, ez zajlik ebédig, egy 10 óraival, és utána van egy kis szabad foglalkozás, volt, hogy fagyizni mentünk, és akkor utána látogattunk a múzeumokba, illetve a mai nap délelőtt pedig még egy mozimati névetítés is belefért a programba. A sűrű napok ellenére volt olyan gyerek, akinek ajándékkészítésre is jutott ideje. Nagyon szép karkötőket még lehetett csinálni a kézműveskedés alatt tegnap is. Lehetett ceruzatartót, karkötőt, meg nyakláncot is. Anyukámnak csináltam gyöngyből karkötőt, apukámnak is csináltam egy ilyen karkötőt, és magamnak még csináltam 3-at. Ma spatulából fogunk készíteni nyári ajtódíszt, amire tengeri csillagok, kagylók fognak kerülni, és kötélből fogják ráragasztani a nevüket, és ezt kitrakhatják az ajtóra, szobájuk ajtajára. A Babits Mihály Kulturális Központ finanszírozza az anyagokat a tábor kézműves foglalkozásaihoz. Nem csak a kézműveskedés különböző ágazataiba tekinthettek bele a táborozók, kirándultak is. Többek között a Szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeumba. Ezt most második alkalommal csináltuk, tehát ahogy újraindult a tavalyi évben a Babitsnak a táborai, ez most második alkalom, hogy kézműves alkotótábor van, és az a tapasztalat, hogy erre van igény, meg szeretik is a gyerekek ezt a fajta alkotást és tevékenységet. A szülők részéről ők büszkén nézik, amikor esetleg egy ékszer a nyakukba kerül, vagy tegnap például gyöngyfát készítettek a gyerekek a múzeumban, és akkor azt is csodálattal nézték, úgyhogy szerintem elégedettek azzal, ami itt zajlik. Szeretnénk jövőre is ilyen és hasonló jellegű táborokat tartani, mert úgy látjuk, hogy sikerük van.